Szeptember 29-én a Magyar Diásport napján az MDS bejelentette új iskolai mozgás ösztönző programja, az aktív iskola elindítását. A program többek között hangsúlyt fektet a minőségi testnevelésre, támogatja a pedagógusok szakmai fejlődését és megújulását, valamint előtérbe helyezi a fittség oktatást. Bővíti a tanórán kívüli iskolai sportfoglalkozások és tömegsport események körét, vagyis a minőségi diáksport kínálatát. A programban szereplő 13 vármegyebeli intézmény egyike a nyíregyházi Bem József általános iskola. Iskolánkat tavaly az MDS megkereste és felkértek bennünket arra, hogy vegyünk részt egy pilot programban. Ebben a pilot programban 74 iskola vett részt az előző tanévben. Igazából az aktív iskola programnak a tartalmi része szinte a mi iskolánk programja lefedi ezt. Nagyon kevés dologban kellett ezt kiegészítenünk, aminek nagyon örültünk, hiszen a BEM-nek a nevéhez ugye a sport az szorosan hozzákapcsolódik. Úgyhogy nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a gyerekeinket az egészséges életmódra és a mozgás megszerettetésére ösztönözzük, és nyilván első osztálytól kezdve már ez nagyon fontos szerepet játszik, és az aktív iskola program is erre épült rá, hiszen bizonyított, hogy azok a gyerekek, akik mozognak, sportolnak, sokkal aktívabbak, sokkal nagyobb a teherbíró képességük, jobban tudják a stresszt kezelni, és hát sokkal gyorsabban forog az agyuk is, ugye? Tehát, hogy sokkal jobban tudják ezeket az iskolával járó kötöttségeket kezelni. Szól a zene, a gyerekek pedig különböző pályákon tesztelhetik ügyességüket. Sitku Tamara programfelelő szerint ezek a játékos gyakorlatok kedvet csinálhatnak a rendszeres testmozgáshoz. Ezzel a programmal azt szeretné elérni a Magyar Diáksport Szövetség, hogy a gyerekeket egy élethosszig tartó, egészséges életmódra neveljük, minél többet mozogjanak. Ugye a célkitűzés az, hogy minden gyermek legalább 60 percet mozogjon egy nap. A testnevelés órák mellett ezekre a mozgásos szünetekre és a minél élménydúsabb órákra helyezzük a hangsúlyt, és ezáltal szeretnénk velük még jobban megszerettetni a mozgást. Az MDS célja, hogy már a következő tanévben újabb 100 iskolával bővüljön a program. Ennek megvalósításában a Belügyminisztérium is támogatja a Magyar Diáksport Szövetséget.